Emmanuel Macron után Ursula von der Leyen is a háborúról beszélt. Az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban az Európai Parlament ülésén azt mondta, az uniónak fel kell készülnie a háborús kockázatokra. A beszéd alig két nappal azután hangzott el, hogy a francia elnök nem zárta ki nyugati katonák Ukrajnába küldését. Emmanuel Macron szavai óriási felháborodást okoztak. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a V4-es csúcson megerősítette, Magyarország nem küld fegyvert és katonát sem Ukrajnába. A háború talán még nincs az Európai Unió küszöbén, de fel kell rá készülni, közölte az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen azt mondta, képesnek kell lenni megvédeni az európai értékeket. Sürgősen újjá kell építeni, meg kell erősíteni és modernizálni kell az EU-s tagállamok fegyveres erőit. Az elmúlt években sok illúzió szerte foszlott, köztük az is, hogy a béke állandó, mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber arról beszélt, az unió nem mutathat gyengeséget, Ukrajna nem bukhat el, és a háború megelőzésének legjobb módja a felkészülés. Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek társelnöke viszont arra hívta fel Ursula von der Leyen figyelmét, hogy az Európai Unió érdekei nem mindig egyenlők az Egyesült Államok érdekeivel. Európának stabilitásra, békére és prosperitásra van szüksége. A Fidesz EP képviselője egyedüliként szólalt meg a béke hangján. Gál Kinga azt mondta, Magyarország támogatja a közös védelmi politikát és az ipar megerősítését, elismeri Ukrajna szuverenitását és jogát az önvédelemhez, de visszautasítja, hogy azért támadják, mert békét akar. Következetesen kiállunk amellett, az álláspontunk mellett, hogy béketárgyalásokra van véges szükség, mert csak ez vethet véget a pusztításnak, az emberi áldozatoknak, és nem újabb és újabb és erősödő fegyveres retorikára, háborús retorikára és fegyverszállításra. Európában erősödnek a háborúpárti gondolatok. Emmanuel Macron, francia elnök hétfőn arról beszélt, nem szabad kizárni a lehetőségét, hogy nyugati csapatokat küldjenek Ukrajnába. Semmit sem szabad kizárni, mindent meg fogunk tenni, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban, mondta a francia elnök. Emmanuel Macron szavaitól majdnem minden európai vezető elhatárolódott. Moszkva is közölte, a nyugati katonák küldése közvetlen összecsapáshoz fog vezetni a NATO és Oroszország között. Ebben az esetben a NATO és az Oroszország közötti konfliktus nem hogy lehetséges, hanem elkerülhetetlen. Ezt így fogjuk értékelni, mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Nincs olyan terv, hogy harcoló csapatokat küldjünk a háború sújtotta országba, hűtötte a kedélyeket a NATO főtitkár. Jens Stoltenberg azt mondta, a NATO katonák küldéséhez az összes tagállam egyhangú támogatására van szükség. A háború párti szólamban viszont a lett védelmi minisztérium szóvivője is becsatlakozott, kijelentve, alapvetően nem ellenzik a szárazföldi csapatok bevetését Ukrajnában, és fontolóra vennék a részvételt, ha a NATO megállapodásra jutna a kérdésben. A magyar álláspont az világos, mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába, se katonával, se katona nélkül. Orbán Viktor viszont kedden a V4-ek találkozóján megerősítette, Magyarország nem küld sem fegyvert, sem katonát a konfliktusba, és ragaszkodik a mielőbbi tűzszünethez és a béketárgyalásokhoz. A helyzet komoly. A vezető nyugat-európai politikusok eltökéltek amellett, hogy béke helyett tovább mélyítsék az orosz-ukrán háborút, mondta a századvégelemzője az M1-en. Palóc André kiemelte, Orbán Viktor az egyetlen józan hang Európában, mert folyamatosan a tűzszünet és a béke fontosságát hangsúlyozza. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag folyamatosan egymást hergelve a szereplők valamennyi oldalról megpróbálják ezeket a mondjuk úgy, hogy háborús eseményeket mélyíteni. Én azt gondolom, hogy itt a kockázatok minden alkalommal, amikor ilyen kijelentések elhangoznak, akkor növekednek, és ennek biztosan nem lehet Európa nyertese. Elemzők szerint, ha a nyugat csapatokat küld Ukrajnába, az azt jelenti, hogy a katonákat küldő ország belép a háborúba, ami a konfliktus kiterjedésével és egy nukleáris háború veszélyével fenyegetne.